Idén nyáron már harmadik alkalommal szervezett magtábort a Tolnai Kulturális Központ, ezúttal a felső tagozatos gyerekeknek. Most a nagyobb bacskák jöttek, a felső tagozatosok, illetve azok, akik jövőre ötödikesek lesznek, tehát ez a 10 év fölöttieknek a tábora. 21-en jelentkeztek, 21-en össze is jöttek, a mai reggel ez az első nap, és a tábornak a tematikája az a szakmák és a különböző foglalkozások megismerése, illetve az ismeretterjesztés. És akkor ezek mellé illesztünk be szórakoztató és sportprogramokat is. A mai nap voltunk már asztalos műhelyben, kipróbálhatták a virágkötést. A holnapi nap során fogunk kirándulni kerékpárral Domboriba, ott sárkányhajózni fogunk. Szerdai nap média nap lesz, videóklippet forgatunk majd a gyerekekkel, szinkronizálunk, fényképezhetnek, aztán lesz egy előadás egészségügyi témában, délután pedig festés lesz, batikolás, pólóra. Csütörtöki nap pedig Pécsre fogunk kirándulni, ott a Zsolnai Kulturális Negyedet fogjuk megnézni. Pénteki nap pedig versenyzés lesz, ezt hagyományosan főzőversennyel szoktuk az utolsó napot zárni. Kint főzünk tábortűz alatt, amit nagyon élveznek a gyerekek, és aztán még egy fizikasót iktattunk be délutáni programnak. A nagyobbakat mindig el szoktuk vinni egy kicsit messzebbre is, ők már bírják a hosszabb utakat, meg szeretnek is kirándulni, egy kicsit kimozdulni a megyéből. Schmidt Bence nem először járt már a táborban. Néztünk mindenféle régi dolgot, fakalapácsot, ilyeneket. Lehetett rajzolni fára, azt így kicsiszolták, meg kivéstek, és akkor már fel van téve valahol a fára. Mindenki kedves, jók a programok. A gyerekek örömmel térnek vissza évről évre a táborba, hiszen, ahogy mondják, nem otthon a négy fal között kell unatkozniuk. Legalább társaságban vannak, megismernek új embereket, és szórakoznak. Sok emberrel lehet megismerkedni, jó programok vannak, de azt olyan tábor kell választani, ami érdekeli is az embert. Ugye megtalálnak és bekerülnek a gyepmesteri telepre, mi azokat a kutyákat látjuk el, és megpróbálunk nekik gazdit szerezni. Tudjátok, hogy mi a különbség egy menhely és a gyepmesteri telep között? A gyepmesteri telepet az önkormányzat tartja fenn, fizet egy alkalmazottat, aki az utcán összeszedi a kóborkutyákat, beviszi egy telepre, ott két hétig keresi az eredeti gazdáját a kutya, 45 napot várnak, hogy valaki örökbe fogadja, ha nincs gazdi, akkor elaltathatják a kutyákat. A délután során Paksról is érkeztek vendégek a gyerekekhez. Itt most Tolnán gyerekeknek fogunk előadást tartani arról, hogy igazából miről szól a mi munkánk, milyen a felelős állattartás, hogy lehet odafigyelni az állatokkal való bánásmódnál, mire kell figyelni. Mindenképp szeretnénk elmondani, hogy amikor egy kutyát találunk, akkor annak mi az eljárás menete, hogy történik, megvizsgálva, hova kerül, ott meddig maradhat, milyen állatorvosi vizsgálatoknak kell alávetni, mit kell vele csinálni, attól függően, hogy mennyi idős, hogy juthat gazdához, a gazdának milyen, mit kell elvállalni ahhoz, hogy ki tudja őt vinni. Nekem nagyon kicsiként vettük még azt a kutyát, ami most van, szóval én nem emlékszem. De van még egy kutyám, akit még ő a családban lett. Kettő kutya. Az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon lelkes, elmondják, hogy náluk otthon hogy van, azt is elmondják, hogy mi elmondjuk, ugye, hogy hogyan kellene, hogy legyen, nagyon őszintén, mindent beismernek, azt is ugye kutyájuk, macskájuk, szanaszét, kóvályok mindenfelé, próbáljuk nekik elmondani, hogy mire kéne figyelni. Nekem van egy 3 évesem is, most a legfiatalabb, és már nála is próbálom mindig elmondani, hogy hogyan kell hozzányúlni, mire kell figyelni, mit kell vele csinálni, miért kap injekciót, ha azt az injekciót kapja, akkor nem bántásként kapja, tehát úgy gondolom, hogy a gyerekeket könnyebb még felkészíteni erre, mint a felnőtteket már átnevelni egy felelős állattartásra.